Na. Figyelj, azért nem szeretném nagyon koszos lenni, tudod, ez vigyázzunk. Jó, hát egyébként itt ebben a családban az a szokásám, hogy dolgoznak az emberek, és ha valaki dolgozik, akkor az bekoszolja magát. Igen? Ez nem színpad, nem énekelni kell, hanem majd neki kell állni, aztán valamit csinálni is. Megnézném Valacit, hogy hogy állna fenn a színpadon, és hogy bohózkodna. De szerintem az bohózkodás lenne. De egyébként én nagyon szeretem Valacit. Tehát tudom, hogy ő mit akart ezzel elérni. Ez a hely minden nőt megér. Na látod, akkor most nekiállunk még tovább dolgozni, mert csodálatos jó idő van. Ezt az időt nem szólt dolgozzunk, engem az se érdekel, dolgozhatunk na, is. Figyelj ide, akkor metszünk, vagy segítesz valami mást? Mindent megteszek neked, Lacikám, csak ennyi na, legyen a lányom. Akkor figyelj ide, nagyon jó, akkor kapsz bort is, hozta a karnisztert, megtöltjük mindjárt. Mit csinálom, ezt a hordót, ezt a hordót el kell vinni oda a kocsihoz. Azt a hordót vigyem el? Próbáld meg. Én megfogom a poradat, várjál, csak megfogom a poradat, próbáld meg. Kíváncsi vagyok, hogy a Zámbó Krisztián úr mit tud. Na próbáld. Bebizonyítottam neki 3 éve, és akár bebizonyítom neki 100 évig is, amíg csak él, hogy én ezt komolyan gondolom, szóval engem ne tesztelgessen, ezt ne csináljuk. Ez életem legnagyobb szivatása. Micsoda? Hát ne vicceljél még. Ez nem szivatás volt, Krisztián. Ezen kívül még van nekem egy pár jó ötletem. Úgyhogy ne tegyél tönkre mindent. Ne te... Ahhoz, hogy a lányomnak a kezét megkapjad egy pár erőpróbának még, el kell, hogy vessed magad. Egészségedre! Thank you.